Dr. Fazekas Sándor fölényesi miniszter úr, sokszor beszéltünk már arról, hogy mennyire fontos, hogy minél feldolgozottabb állapotban kerüljenek ki a karcagon megtermelt javak. Erre jó példa lesz ez a malom. Évtizedek óta a legnagyobb élelmiszeripari fejlesztés zajlik a karcagi volt rizshántoló területén. Egy olyan kukoricamalom épül itt, amely naponta 120 tonnát képes feldolgozni, és az egyre népszerű kukoricaliszt az keresett bel- és külföldön egyaránt, tehát így el tud jutni a karcagi kukorica a fogyasztók asztaláig kéztermékként tulajdonképpen. Ez a malom, ez 1,5 milliárd forintos beruházás, egy harmada a vidékfejlesztési programból, tehát egy 1,5 milliárd forint, amit sikerült nyerni a vállalkozónak, Szatmáriónak, és ami nagyon fontos, hogy új élete kell ez a telephely, és ez a ezt is egyúttal, mint egy 50 új munkahelyet is jelent. Már zajlik a építőmunka, már dolgoznak, előkészítik a terepet a berendezésekhez. Ez a betonvázas épület, amelyben a korábbi rizshántoló berendezései voltak, ez ad majd helyet a világszínvonalú kukoricamalomnak. Évtizedekkel ezelőtt ezzel a karcagi kunsági lisztnek nagyon nagy neve volt a szakmában. Reméljük, hogy a karcagon készült kukoricaliszt is ugyanígy elnyeri majd a vásárlók és hát a felhasználóknak az elismerését. Én bízom benne, hát sajnos a privatizáció nem a legjobban sikerült itt a mi vidékünkön, az a Török-Szent Miklósi központú gabonaipari vállalat, malomipari vállalat az már régóta nem működik. Itt egy új termékről van szó, keresett termékről, és erre föl lehet építeni majd egy új márkát is. Reméljük, így lesz. Köszönjük szépen! Köszönöm!